Nyíregyháza önkormányzata a projekt részeként az utak fejlesztésével a helyi gazdaságot is kívánja támogatni, hiszen a felújított utak fontos iparterületekhez vezetnek. A megközelíthetőség alapvető feltétele a gazdasági fejlődésnek. Az érintett úton jelentős a tehergépjármű forgalom, éppen ezért elengedhetetlen volt az út burkolat felújítása, hangzott el a fejlesztések bejárását követő sajtótájékoztatón. Az érintett területek ezen szakasza olyan vállalatokat tömörít, amelyek nagy létszámú munkaerőt foglalkoztatnak, tette hozzá a polgármester. Itt van az Eisman, itt van a Michelin, két nagy foglalkoztató multicég, és nagyon sok kis középvállalkozás is van itt a közelben. Tehát a forgalom is nagy ebből adódóan, a teherforgalom is. Ezt szeretnénk innen kivezetni, illetve az egész Kertvárosból. Ennek érdekében a Botján János folytatásaként megkezdődött a Rókabok körült építése. Az több mint 2300 méter hosszú, tehát ott földútból lesz aszfaltút, tehát ez a kettő együtt egy több mint 4 kilométeres szakasz, azért az jelentős útfejlesztés. És hát én azt gondolom, hogy erre szükség volt. Egyrészt a teherforgalom, a személyforgalom, közlekedésbiztonság miatt. Az útfejlesztési program további részeként tavaly megtörtént a Tó utca teljes felújítása, illetve az Orgona utcán egy 850 méter hosszú járda kialakítása is. Ezt követően megkezdődött a Legyező, a Dugonics és a Derkovics utcák átépítése. A Derkovics utcán a kerékpár és a gyalogos forgalom is megújul. A fejlesztések a város többi pontján is folytatódnak. A Tiszavasmár és a Szélsőbokorú találkozásán egy körforgalom építés is megkezdődik április végéig, azt a NIF-fel konzorciumban végezzük. Ugye pont azon a helyen lesz a körforgalom, amellett már hónapok óta megy a régi laktanya felújítása, az úgynevezett barnamezős beruházás. A másik, az Újkertváros irányában pedig ugye a Bátori lakótelep az folyamatosan terjeszkedik, illetve azon kívül is új lakások épülnek. Tehát mindenképp szükséges, igazából már évtizedek óta hiányolt útfelújítások ezek. És ez, mindez, amiket elmondtam, ez év végéig meg is valósul. A projekthez kapcsolódó munkálatok több kivitelezési szakaszban valósultak meg, hiszen ugyanezen projekt részeként zajlott a Szegfő utca kétszer kétsávossá bővítése, valamint a Lujza utca megújítása is. A fejlesztések tovább folytatódnak az örökösföldi munka folyamatokkal, ahol már befejeződtek a Szalag és a Szemmelweis utcai munkálatok. Ebből a projektből több mint 5 kilométernyi útszakasz újult meg, valamint egy közel 400 méternyi szakaszon kerékpárúttal is gazdagodott a város.